Egymás után érkeztek a nézők a Városi Színházterembe, amely zsúfolásig megtelt a kezdés előtti percekre. Az országos premier előtt hétfőn este mutatták be Baján a Katinka című filmet, amely a bajai származású háromszoros olimpiai, kilencszeres világ és 15-szörös Európa-bajnok úszónő hosszú Katinka pályafutását tárja a közönség elé. A Pálinkás Norbert rendezte és Lajos Tamás producerelte alkotásban, a sportoló családtagjai, egykori úszótársai és edzői is feltűnnek. Ezen kívül eddig nem látott archív felvételek is színesítik a másfél órás filmet, komplex képet adva ezzel a nézőnek arról, mivel jár egy profi sportoló élete. A majd két éves, 59 helyszínen zajló forgatást hosszas előkészület előzte meg. Katinka kezdetben vonakodva mondott igent a felkérésre. Az alkotók mindvégig arra törekedtek, hogy profi és egyben önazonos filmet készítsenek. A jó pár nap kellett ahhoz, hogy összeszokjunk, és igazából megbeszéltük azt a stábbal, hogy amit nem vesztek fel, azt nem vették fel, és igazából emiatt lett szerintem még inkább természetes a film, mert hogyha bejövök még egyszer, akkor tudom, hogy azért jövök be, mert fel kell venni, és szerintem így dokumentumfilmnek, meg így az én őszinte személyiségemnek bemutatására pedig ez így végül is jó lett. És szerintem ők is egy picit, nekik is egy kicsit engedni ők kellett abból a maximalizmusból, hogy minden szuper legyen a vásznom. A vetítést egy közönség találkozóval egybekötött beszélgetés előzte meg, amely során az Olimpikon a Bajai Televízió egykori sportszerkesztőjével, Putnik Tamással beszélgetett a forgatás élményeiről, a legnagyobb sikerekről és a hullámvölgyekről is. Maga ugye a Covid időszak. Tehát én tudom, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt, és ugye senki nem tudta, hogy mit hoz a jövő, nem tudtunk tervezni, minden bizonytalan volt, és ugye az én életem meg tényleg konkrétan egy évre előre meg van tervezve, hogy mikor hol vagyok, és mikor mit fogok csinálni. Úgyhogy ez így kicsúszott alólam, és talán az volt így nagyon nehéz az időszak, amiközben ugye mi forgattunk. A beszélgetést követően a közönség lehetőséget kapott arra, hogy kérdezzen a bajnoktól. A film végén a nézők elégedetten távoztak a teremből. Pontosan ezzel a filmmel lehetne bizonyítani, hogy igen, célokat kell kitűznünk, magunknak megfogalmazni, igen, érhetnek bennünket csalódások magánéleti kapcsolatainkban, de utána fel kell tudni állni, mert az élet ezt követeli tőlünk, illetve az életben saját magunk sorsa követeli ezt tőlünk. Katinka többször hangsúlyozta, az életrajzi film egyik fontos célja, hogy bemutassa a leendő sportolóknak, mennyi lemondással és erőfeszítéssel jár az olimpiai éremhez vezető út. A sportoló és a szervezők a Bajai Est teljes bevételét az Impulzus a Parasport Jövőjéért alapítványnak ajánlották fel, így a szervezet több mint 200 000 forintot fordíthat a parasportolók támogatására.